Vissza még a kéket. Kéket, vissza, vissza. Úgy, nyomja. Ismét tábort rendeztek a Nógrád megyei szakképzési centrum intézményeiben. A háromnapos napközis táborban a pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok kipróbálhatták magukat az intézmény portfóliójának több képzési területén is. Általános iskolás gyerekek kipróbálhatják a képességeiket, miben jók, miben ügyesek. Itt senki nem fog 4-est, 3-ast adni valakinek, itt minden gyerek 5-ösre teljesít. A tábor egyébként úgy zajlik, hogy reggel 8-ra érkeznek a gyerekek, a délelőttöt a digitális közösségi alkotóműhelyünkben töltik, itt a lézergravírozástól a gépi hímzésig sok mindent kipróbálhatnak, olyan dolgokat hoznak létre, persze megfelelően szakoktatók segítségével, amelyeket haza is vihetnek utána, tehát nagyon látványos eredmények születnek az ottani munkákból. Van úgy, hogy kiállítást is rendezünk ezekből az alkotásokból, és az ebéd után pedig a gyerekeket valamelyik iskola látja vendégül. Tehát akár a Borbé, akár a Keri, akár a Táncsics, akár pedig a Stromfeld, ahol most vagyunk. 70 éves múltra tekint vissza a iskolánkban a gépészeti oktatás, amire büszkék is vagyunk, és a mai napig is gépgyártás technológus szakon talán a legnagyobb az érdeklődés, illetve most mondhatjuk, hogy a gépésztechnikus ketkámvonal is nagyon-nagyon népszerű. Emellett jó pár évvel ezelőtt, sőt 10 évekkel ezelőtt a gépészet mellett az informatika és az építészet is megjelent a palettánkon, és tulajdonképpen ez a három fő nagy szakma az, amelybe egy picit betekintést nyújtunk itt a fiatal érdeklődőknek. A Stromfeld Aurélban megismerkedhettek a pneumatikával, a forgácsolással és a heggesztéssel egy szimulátor segítségével. Azt tetszik a táborban, hogy nagyon sok szakmával megismerkedünk, megtudjuk, hogy ezek valójában hogy néznek ki, és hogyha esetleg már volt egy elképzelésünk valami felé, akkor tudjuk, hogy azt hogy kell csinálni, tényleg képesek vagyunk megcsinálni, illetve hogyha még nincsen elképzelésünk, akkor meg tudjuk találni, hogy melyik szakma lenne esetleg, ami hozzánk legközelebb állna, és tényleg meg is tudnánk csinálni. Te miket próbáltál idáig? Én eddig forrasztottam is, 3D nyomtató, meg a lézervágót is kipróbáltam, mindegyik nagyon jó, és nagyon jó, hogy az is nagyon jó, hogy így bemutatják, hogy hogyan kell használni, meg hogy így miket tudnak. A szakképzési centrum reménykedik abban, hogy a tábor segítségével egyre több diák találja meg a számukra legideálisabb szakképzést.